Miért nem vette elő a kését, amíg élt? Dicső lett volna. Most már semmi keresni valója itt. Hogyan csak nem akarja megtiltani, hogy kivágjam a részemet? De bizonyám, hogy megtiltom. A medve az enyém. Én ejtettem el. Ha! Mit szóltak ehhez a zöldfülűhöz? Azzal a vacak bicskával szúrta le! Mindenki tudja, hogy én öltem meg. Ezért meglakolsz, te taknyos! Már kétszer emeltél rám kezet! Te szelíd! Hagyjátok abba! Mondtam, hogy hagyjátok! Még egy lépés, és golyót röpítek a fejébe. Dobja el a kést. Félre a fegyverekkel! Megbolondultak, uraim. Ki hallott olyat, hogy egy medve miatt egyik ember a másik életére törjön? Ez hát a zsákmány, amelyet mi akartunk elejteni. Többes számban beszél, uram. Kivel jött? Előbb én szeretném tudni, kicsodák önök. Geodéták vagyunk. Minek mérik fel a földet? Utat készítünk a tűzparipának. Bizonyára tudja, hogy ez a terület az apacs nemzeté. És senkinek sem engedte meg, hogy itt vasutat építsen. Törődjön a maga dolgával, vén pajáca. Éppen azt teszem. Az apacsok főnöke vagyok. Ez meg itt a testvérem, Vinetú. Késsel készítették ki. Fehér testvérem miért nem használta a lőfegyverét? Nem volt nálam. Cserben hagyták a társukat, akit a medve utolért. Épp fel akart mászni a fára, hogy mi. Ez volt a legokosabb, amit tehettünk. Akkor odajött ez a tacskó. Felingerelte a medvét. Ő volt az oka! Szemenszeret hazugság! Hallatlan ostobaság medvére lőni és a fára menekülni. Ha a vadász nem biztos benne, hogy halálosan eltalálja, nem szabad lőnie. Kilőtt rá. Na most aztán ebből elég! Pusztuljatok, vörös kutyák! Ne! Vedd be a fejét. Ha még kinyitja a szemét és megpillant, halála könnyebb lesz. Maradjon vele. Barátod leszek. A testvéred. Te is a gyilkosok közé tartozol. Előre! Állomásvezető pajtás. Állomásvezető pajtás. A nagymedve őrs 12 fővel az akadály leküzdésére készen áll. Ez valami átverés, nem akadály. Honnan veszed? Nincs rajta nyakkendő. És hogy csak teteti magát? Pedig a térkép szerint pont itt kell lennie. Valamit akkor is csinálni kéne vele. Nem hagyhatjuk itt. Fordítsuk meg, hát ha van valami alatta. Ne, lehet, hogy megárt neki a mozgás. Na jó, életmentés, mentődoboz gyorsan. Biztosan néznek minket a bokorból és mérik az időt. Rakjuk simbe. Jó, miért? Ne, inkább mesterséges légzés. Gyere, 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 ennek már tök mindegy. Kinyifant.
Szerintetek is tényleg meg van halva? Menjünk innen. De ha kihagyunk egy állomást, pláne a pirosat, tudja, hogy mi leszünk az utolsók. Hé! Hol vagyok? Csak a szertárosok mehetnek be. Ne reménykedj! Mi sose leszünk szertárosok.
Hülye. Most mit gyűjtöd? Ne röhögj! Anya! Ne röhögj, hallod, maradjunk! Anya! Sst! Fúj a szád! Engedj már, hülye! Kussoljál már! Mi ez a cirkusz? Tessék gyorsan lefeküdni. Bújj be! Hol a takaród? Te nem vagy komplett. Két héttel ezelőtt bevitted az összes téli kabátot. Most meg a takarót. Elárulnád mégis, hogy gondoltad? Na jó. Majd apád számol veled. Most áthúzom az enyémet, holnap pedig bemegyek az iskolába és visszakér. Anya, inkább ne. Tudod, nem volt kötelező. És egy éjszakát különben is kibírunk Margóval. Mm-mm. De szemét vagy. Persze, amikor félsz, akkor jó vagyok, mi? Na, elég volt ebből. Fogd a párnádat és bújj be mellé. Egy hangot se halljak többet. Már elegem volt belőletek. Na, csend legyen. Honnan veszed ezt a hülyeséget? Tudod, hogy elutazott? Amikor nagyapa meghalt, akkor is azt mondták, hogy elutazott valahová. De nem emlékszel? Az más. Akkor még kicsik voltunk. És a kicsiknek nem szokták megmondani. Én még most is kicsi vagyok. Nekem anya megmondta volna. Azt hiszed? Láttam a szekrényben az akóját. Megnéztem. Nagyapa holmiát pedig odaadtuk a házmesternek. Akkor jó, de ugye apa téli kabátját nem vitte be a soliba. Tessék befejezni a dumálást. Ne szóljak még egyszer. Mit akarsz tőlem? Csak azt kérem, hogy ne öld meg a foglyokat. Legyen a kívánságod szerint. De csak akkor, ha megküzdesz értük életre halálra. Kivel? Egy harcossal, akit én jelölök ki. Ha leszúr téged, a foglyok is meghalnak. Ha te szúrod le őt, életben maradnak. Rendben. Gondolod, hogy ez egy kicsit túlzás? Micsoda? Hát, hogy így jössz le az utcára. Hogy? Ki vagy mázolva? Én. Ne is próbáld tagadni, látszik. Még hogy én. A szempilláid. Te tiszta hülye vagy. Nézd meg, ha nem hiszed. Persze, így nem látszik. Csukd be a szemed. Megnyerted a fogadást! Néni,
vesznek, mindig össze vesznek. Miért? Most nem mehetek le, vendégek vannak nálunk. A lépcsőházba se tudsz kijönni. Megpróbálok, gyere föl. Oké, van valami kajátok? Dulakavics, jó? Inkább zsíros kenyeret hozzál. Ki írt? Állampontos. A Bodnár? Nem, ő nem szokott írogatni. Nekem legalábbis. Most mi akar megmondani, Kirka? A Bakos írta? Igen. Add ide. Nekem szól. Akkor is add ide. Ne hülyéskedj, úgyis mindjárt be kell mennem inkább. Gyere, nézd, mit szereztem. Hiába akarod másra terelni a figyelmemet, nem fog sikerülni. Ha akarod, el sem olvasom, csak add ide. Akkor meg minek? Mert nem lehet nálad, nem érted? Ennyire fontos. Egy csaj miatt sem érdemes így kiborulni. A Bodnár ugyanilyen. De ez a Bodnár. Ez meg a Bakos. Riadó lesz, riadó! A francba nem tudsz vigyázni? Még jó, hogy nincs itthon. Nincs itthon? Akkor mi lesz a jó pontjainkkal? Azt beírjuk. Ha megkerül, majd aláíratjuk vele. Azért kitalálhattál volna valami tutibbat is. Most mit ízélsz? Amúgy is el kellett jönni, mondtam, nem? Már 2 hete nem látta senki. És jó-jó, hagyd már abba. Egyébként kár, hogy nincs itthon. Jó fej. Ez a nagymamád? Igen. Milyen szép. Szép. Még sose jutott az eszembe, hogy szép vagy csúnya. Mikor megismertem, már a nagyanyám volt. Biztos hagyott valahol egy üzenetet. Gyere, nézzünk körül. Mi ez? De ezen nincsen aláírás. Ezen se. Nézd, hogy hasonlít az írásuk. Ezeket ugyanaz írta. Figyeled? Mindegyiken ugyanaz a szöveg. Lényegüket tekintve minden nép egyforma. Mind szereti az aranyat, a dohányt, meg a pálinkát. Ki írhatta ezeket? Gőzöm sincs. Na gyere, pakoljunk össze. Gyere csak! Thank you.
itt a horn. Elmeséltem neki, hogy a szünidőben olvastam a május 35-öt, és milyen különös, hogy nekünk meg Eldorado van föladva, mert Konrád, a bácsikája, meg a fekete ló, amikor a csendes óceánhoz iparkodtak, átmentek Eldorádóba. Gyere már! Erre a Péter azt mondta. Nevekelé nem teszünk név előtt. Erre Péter azt mondta, hogy szerinte mindenki Eldorádóba vágyik, ahol a kívánságok beteljesülnek mind, mert Eldorado az ígéret cín aranyföldje, hívogatóan int. Nem túl veszélyes ez? Á, dehogy is! Frissen kaszált fű. Ilyet utoljára. Gyerekként éreztem. Caballo, na hát nem hittem volna, hogy találkozunk. Mi olyan furcsa ebben? Ha csak átutazóban is, de gyakran megfordulok errefelé. A fenébe készülhettem volna, hiszen tudom, hogy nagyon szereted a kockacukrot. Igen, úgy tudom, ez köztudomású. Sajnos egy darab sincs nálam. De várjál csak, megkínálhatlak egy darab cigarettával. Köszönöm, nem dohányzom. Szóval, cukor nincs. Akkor ne lopja az időmet. Mondom, hogy így semmi értelme. Kívánj valamit, hadd teljesítse. De most semmi kívánság nem jut az eszembe. Marika? Marika. Anyu. Mutasd magad. Milyen nagy vagy már. Alig ismertelek meg. Te nem változtál semmit. Miért jársz ilyen hosszú szoknyában? Tudod, hogy ez apu milyen? Különben most magyar óránk van. Ez olyan tanulmányi kirándulás, a bíró dolgozata. A tanárnőnk is itt van. Tényleg? Hol? Akinek olyan furcsa cofja van. Tessék! Varga, ne vaduljon! Bámulatos hasonlóság. A takarót nézed? Egy kisfiútól kaptam, olyas forma, mint te. Péternek hívják. Az én nevem is Péter. Persze.
Persze, és te is sápadt arcú vagy, mint ő. Ne tessék még elmenni. Megkezdődött a bölények vonulása, nem maradhatok tovább. Csak azt tessék megmondani, honnan tetszik tudni magyarul? Mi a világ összes nyelvén beszélünk. Édes gyermekeim, ez volt a legjobb házi feladat, amit valaha olvastam. Engem valami zavart. Engem is. Mintha valami hiányozna. Vagy valaki. Igen, én is éreztem. Valaki hiányozna. A Szabó! Ott maradt az osztályban! Szabó! Szabó! Úgyis mindjárt kicsöngetnek! Az én napom is leáltozott. Szárnyak sóhogását hallom. Sötét szárnyak sóhogását. Nézd azokat a gomolygó felhőket az égen. Hosszú éjszaka következik. Félelem nélkül. Együtt meghalunk szépen, jó?
Én nem szeretnék. Holnap dogát írunk matekból. Ez az utolsó alkalom, hogy javítsak. Rengeteget tanultam. Velem kell jönnötök. Szerintem Margó sem akar. Nagyon várja már a Mikulást. Ez teljesen kiment a fejem. Gyert. Indulnom kell, el fogok késni. Hová mész? Osztálybuli lesz, Mikulás ünnepség. A Bodnárt húztam. Jó, jó. Azért 5 percet még várhatsz, nem? Mindjárt jövök. Sietek! Várj meg! És te? Vettél neki valamit? A zsebébe csempésztem. Remélem, nem hiszik, hogy lopta. A fenyves zöld erdő. Tél a pó is már eljö. Hull a pejhes fehér hó. Gyertek már ide! Segítsetek! De elgémberedtem. És teljesen idefagyott a seggem. Kösz. Én vagyok a Mikulás. Szívem szerint megajándékoználak benneteket valamivel, de hát nincs semmi. Üres a putton. Nézd meg. Üres doboz. Nincs benne semmi. Nézd meg. Ez a másik is üres. Tudnám, hogy mi a francnak volt, amit egész este. Semmi értelme. Ugyan tessék csak hagyni. Mi már úgy is kinőttünk ebből. Nézd meg, csak gyere, papírok. Semmi értelme az egésznek. Kösz. Már marha éhes voltam. Csókolom. Csókolom. Szevasztok. Te mit vettél a Bodnárnak? Egy könyvet, meg egy csoki Mikulást. Hát te kit húztál? A Vargát. Te! Gyere csak! Szia, Nagyi! Csókolom. Szia. Hát te mit csinálsz itt? Ide költöztem, kicsi. Itt legalább emberek között vagyok. Ti soha felém se néztek. Na, mesélj. Mi van veled? Semmi különös. Anyátok jól van? Jól. Ettél? Mm. Menned kell. Még ne. Szeretnék egy kicsit veled maradni. Na gyere. Köszönöm.
Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Én nem mehetek? Nem. Miért? Mert nem gyúntál, kisfiam. És nem kaphatnál a szent eltostjából, mert az az Úr Jézus teste. Nem veheted magadhoz tisztátalanul. Szevasz! Szia! Mi van hajaddal? Nem tudom. Az előbb még nem volt. Talán az ostjától lehet. Te is ettél belőle? Az Úr testéből? Hát persze. Fúj! De hiszen ez kannibalizmus. Jaj, dehogy! Ez csak olyan jelképes. Azt jelenti, hogy egyek lettünk vele. Kivel? Jézus Krisztussal. Most van a születésnapja. És akkor hol van? Fenn a mennyországban. Te hiszel ebben a mesében? És ha te nem, miért akarsz mindig jó lenni? Mert az anyám mindig ezt hajtogatja. És különben is. Akkor nem lenne mit beírni a jó cselekedetes füzetembe. Na látod, te még a mi halicát sem akarod átverni. Isten pedig mindent lát. Még azt is tudja, ha hazudsz. Lehet, hogy te már nem is emlékszel arra, hogy csináltál valamilyen disznóságot. De neki nagyon jó a memóriája. Olyan nincs, hogy valaki soha se hibázik. Hát elég nehéz, de meg kell próbálni. Meg aztán jóvá is lehet tenni. És akkor megbocsát. Szeretnék adni neked valamit. Köszönöm. De nálam nincsen semmi. Semmi baj. Ha igaz ember voltál, akkor hited szerint bizonyára eljutsz majd a boldog vadászmezőkre. Én minden esetre megbocsátom neked, hogy az életedbe törtél. Először is azért, mert nem lett baj belőle. Másodszor pedig azért, mert nincs bennem rossz akarat egy haldokló emberrel szemben. Akár fehér, akár részbőrű az illető.
Jó. Fiatal fej, öregész. És a szíved is fiatal. Öreg szív, kemény. Nem sajnál. Ha eljön az ideje, temess el ősi indián szokás szerint, hogy az örök vadászmezők... Mit képzelsz, te kis hülye? Adod ide! Ne, nézves! De utálatos vagy. Tehát, akik a mai fordulót megnyerik, azok képviselik iskolánkat a számháborúban. A mai téma, mi a teendő atomtámadás esetén? Csak tudnám, mi értelme van, amikor úgyis mindenki meghal. Én tudom! Remélem a többiek is, de nem szóban kell válaszolni. A feladat sokkal izgalmasabb lesz. Hála a 7. B-ből Kovács Tibi papájának. Figyelem! Felkészültetek? Igen! A Vargának merre áll a lába? Na, ugye úgy tudod? Mert? Mert? Lábbal a bombatöltse felé kell hasalni. 5-ös. Útvonal, mint a tűzriadókor! Sosem értek ide. Hogy álltok itt? A tanárnő nem mondta, hogy akadályversenyen vagytok? Tudjátok-e, mi a feladat? Megmondhatom én is. De akkor le kell vonnom néhány pici pontocskát. A tusfürdő! Az első felvillanás után 5 perccel langyos tusfürdőt kell venni! Igyekezzetek!
Bűnös dolog volna tőlem, harcos, ha azt mondanám neked, hogy nem ütött az utolsó órát. Tehát nem mondok ilyet. De ha igaz ember voltál, akkor hited szerint bizonyára eljutsz majd a boldog vadászmezőkre. Én minden esetre megbocsájtom neked, hogy az életemre törtél. Először is azért, mert nem lett baj belőle. Másodszor pedig azért, mert nincs bennem rossz akarat egy haldoklóval szemben. Akár fehér, akár részbőrű az illető. Jó. Fiatal fej öregész, és fiatal szív. Öreg szív kemény, nem sajnál. Hallgass meg Indiánt. Halála előtt nem akar hazudni. Hogy hívnak? Mi? Hogy hívnak? Péter. Ülj le ide, fiam. Na, Gergő. Akkor megegyeztünk a szombatban? Szombat. Nem értem egyébként, hogy miért nem jó a szombat. Mondtam, hogy elmegyünk a nyuvalcipőt venni. Pedig elvinnélek a szigetre. Csavaroghatunk egy nagyot. Fizetek neked valamit. Azt vasárnap is lehet. Máskor nem tudunk vásárolni. Szerintem az egészet anyád találta ki, hogy ne találkozhassunk. Apu, tényleg nincsen cipőm. Hát ez mi, ami a lábodon van? Ez már nyomja a sarkamat. Jogom van hozzá, hogy találkozzunk. Ebben nem szólhat bele. Szombaton 10-kor várlak az aluljárónál. Rendben, majd telefonálok. Akkor várlak, ne felejtsd el. És ne késsel. A bérletem. Várlak szombaton. Vigyázz magadra. Gyerekek!
Gyorsan! Hát te, nekem tovább kell mennem. Te nem jössz? Nem lehet. Szolgálatban vagyok. Mostantól szabad foglalkozás van. Azt a tegnap a Zorot, képzeld, megint győzött, nagyon jó volt. Olyan helyes hapsi. Nem engedték, nem. Csajok, nem akartok valami szépet látni? Nem vagyunk rá kíváncsiak. Pedig itt van, nem messze. Zavartok, nem veszitek észre? Miért nem hozzátok ide? Figyeljetek, hogyha nem érdekel. Lányok, ne játsszátok már az eszeteket. Jöttök vagy nem? Hol van, amit mutatni akartok? Ez az, nem látod? Jó, nem? Mehetünk is. Marha jó, ilyet is láttunk. Hát éppen ez benne a jó. Nem lehet csak úgy elmenni. Hogy érted ezt? Csók is kell. Mit akarsz, te kis hülye? Azt hiszed, hogy nem tudom, hogy belém vagy zúgva? Te meghibbantál, én egy hetedikes fiúval járok. Azokat a leveleket én írtam. Te? De hát az aláírás. Mi volt az a P? A nevem. Hogy a neved? P, mint horn. Péter. Péter? Egyébként már nem érdekelsz. Három csaj is belém van zúgva. Kinek kell ezt, te kis hülye? Ezt az egyiktől kaptam. Most már elhiszed? Ilyen képeket tudod szakni, hallod? A csajok. Add vissza! Ez az enyém! Add vissza! Ez fáj! Ez az enyém! Erre! Add ide! És beköpek! És megfogadjuk, hogy soha semmilyen körülmények között nem áruljuk el egymást. Nem áruljuk el egymást. Hát ti mit csináltok itt? Mi? Nem hallom. Utoljára kérdezem. Bagoztatok, mi? A disznósághoz van eszetek. De hogy vállaljátok, ahhoz gyávák vagytok. Alattomos gyáva kis férgek. És még nőni fogtok. Hát milyen ember lesz belőletek? De ne nézd, mert mit bámulsz? Majd én megtanítalak beszélni titeket. Na, nyomás az irodába. Nyomás! Mi van, kérvényt kell benyújtani? Menjél már, édesfiam.
Ezek voltak? Kedves szüleim! Ne haragudjatok rám. Lehet, hogy fájdalmat okozok nektek a halálommal. Biztos apának is rossz lesz, hogy mikor végre megjön, ilyen szomorú hír fogadja. De így még mindig jobb, mintha megint annyi panaszt hallana rám. Szeretlek benneteket, Péter. Anya, légy szíves, vidd be a suliba a jó cselegetetes füzetemet. Nem akarom, hogy miattam maradjon le az ősünk. A nagy indiány könyv a Margóé lehet. Fú, de szar. Temetésemre a bakos ne jöjjön el, mert utálom. Péter? Még van képed bujócskázni? Komolyan azt hitted, hogy attól fog beléd esni, ha agyon vered? Nem verjük agyon. Egy fiúnak akkor sem szabad megütnie egy lányt. És ha az a lány egy beképzelt hülye majom? Akkor ne foglalkozz vele. Vagy ha tetszik, akkor udvarolj neki. Aj, mama. Szeretném, ha bocsánatot kérnél tőle. Még hogy én? Igen. Tőle? Soha! Most a madörő nevet viselem. De ha visszatérek Adi ösvényről, akkor férfiasabb nevet kapok. Persze, csak ha megérdemlem. Vadölő. Fiúnak való név, harcosnak nem jó. Itt nincs félsz. Biztos szem, fürge kéz. Nem sokára nagy harcos leszel.
Nem vadelő. Sólyom szem. Sólyom szem, hogy kezed. Az apám is jól elvert, nehogy kimaradjon a nevelésemből. És a tiéd mit szól? Azt mondta, hogy kérek bocsánatot a bakostól. Mert egy férfi nem emelhet kezet egy nőre. Gyorsabban, nehogy, mint a lajháró. Jó? Lányok, szépen, szépen. Köteleknél vigyázzatok. Ugrás indul. Jó. Hopp. Hopp. Na! Kicsi a rakás! Hová? Nem húzod a haját? Nem csiklantozod? Te nem hozod? A helyeteken. Most egy szomorú dolgot fogok nektek mondani. Biztosan észrevettétek már, hogy Bodnár Mari hiányzik. Bodnár Mari nem is fog jönni többé. Mert meghalt. Mit csinált? Micsoda? De miért? Reggel bent volt a papája. Tudjátok, őt a papája nevelte. És a papája azt szeretné, hogy azok, akik szerették a Marcsit, elmennének a temetésére. És én azt gondolom, hogy mindannyian szerettétek, hiszen olyan kedves kislány volt. Verjétek elő az ellenőrzőtöket.
Jövő héten pénteken temetésre megyünk. Írjátok. Az iskola elől külön busz visz minket. Indulás 9:30 az iskolától. Akinek a szülei szeretnének jönni, azok jelezzék az ellenőrzőben, hogy tudjuk, hogy hány helyre lesz szükség. A temetés, ahogy ezt bizonyára észrevettétek, ugyanazon a napon lesz, mint az akadályverseny országos döntője a számháború. És emiatt az esemény miatt a számháború 2 órával később fog kezdődni. A számháború helyszínére ugyanaz a busz fog benneteket vinni. A temetése természetesen ünneplőben kell jönni. Igaz, Gergő? Vegyétek elő a füzeteket és a könyveket. A mai órán nem lesz felelés. Új anyagot veszünk. Legalább hallgass meg. Én azt a képet a Bodnártól kaptam. Karácsonyra adta nekem. Én mégis téged választottalak. Mit akarsz ezzel mondani? A Bodnár miattam. Én persze, a Bodnár is miattad. Mindenki te miattad. Körülötted forog a világ. Mert mindenben te vagy a legfontosabb, ugye? Mégis mit képzelsz, mi? Hát tudd meg, hogy a Bodnárnak semmi köze hozzád. Én nem úgy értettem. Tudsz te egyáltalán egy mondatot is mondani, ami nem úgy kezdődik én? Nem úgy értettem! Bakos! Szeretlek, te hülye! Hiányzik. Varga, ki hiányzik? A Bodnár. Jóságos Istenünk, egy gyermek halálát gyászoljuk, akit vidám játékai, kedves pajtásai közül, szorgalmas tanulásából és sokat ígérő életéből egy pillanat szerencsétlensége szakított ki. Nem keressük-e pillanatokát? A hit és remény vigasztalja a megtört szívű édesapát, rokonokat, pajtásait. Isten örök boldogságot ad kis halottunknak a bizonytalan földi boldogság helyett, és az angyalokkal játszadozik a mennyei játszótér. Én is angyal akarok lenni. Nem fogod be hozzád. És reméljük, hogy a halál kapuján túl várta őt Jézusunk, a gyermekek szerető barátja, és találkozhatott régen elvesztett édesanyjával is. E remény adjon szomorúságunkban mindnyájunknak vigasztalást.
Ámen. Bodnár, te szép vagy. Menj el innen! Hallod? Fordulj meg és szaladj! De hogy? Ne vitatkozz, rohanj! Milyen helyesek voltak az osztálytársaid? Rendes volt tőlük, hogy elkísértek. Aha, csak az volt rossz, hogy nem tudtunk beszélgetni. Szegény Mihalica is teljesen kiborult. Jó volna tudni, hogy hányosra zár le ezek után. Ki volt az a fiú, akitől a virágot kaptad? A bíró. Tudod, akinek a dolgozatában voltunk. Azt hiszem, egy kicsit tetszettem neki. De most már sosem fogom megtudni. Most már nem is fontos. Ne szomorkodj. Meg aztán először számháborúztam volna. Mindjárt elkezdik. Itt is játszhatsz, amennyit csak akarsz. Itt nincs kedvem. Nem is ismerek senkit. Majd megismered őket. Tudod, anya, azt hittem, hogy miattam. Micsoda? Hallgass meg! Amikor elkezdte mondani a Mihalica, mert akkor... Mert én akkor... Meg akartam halni. Mi? Mert... Én csalogattam elő a halált.
És nem mehetett el csak úgy üres kézzel. Miket hordasz itt össze-vissza? Búcsú levelet is írtam. Te megőrültél? Miért? Néha te is. Kisfiam, ilyesmit soha többé. Soha többé eszedbe ne jusson. Ígérd meg. Nincs az a rossz, aminél ez jobb volna. Ez végleges. Nem szabad játszani vele. Soha. Ígérd meg. Körülbelül mikor végeztek? Nem tudom. Margot nem tudod magaddal vinni? Nem. Miért vagy ilyen undok? Csak leülne valahol és csendben figyelne. Még ezt is irigyed tőle. Nem lehet. Nem tudok közben rá is vigyázni. Hát, jó szégyen. Imádás, földimádás nincs. Sólyom szem. Francba! 9807! Margó! Te voltál az? Gyere le, szétrugom a segged! Jó van, most mit ordítasz? Miért csináltad? Hogy jössz te ehhez? Mert már viccelni se lehet. Vicc? Rohadt életbe megölöm! Hülye! Ah! Vega.